A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Ma esti vendégem Bobori Zoltán, a Vörös Marti Társaság elnöke. Tisztelettel köszöntelek, szervusz. Szervusz, te is. Nos, megjelent a Vár, az irodalmi és közéleti folyóirata a Vörös Marti Társaság szerkesztőbizottságának szerkesztésében a 2023-as harmadik évfolyam, 18. évfolyam harmadik száma. Nagyon-nagyon érdekes, erről fogunk beszélgetni, de azt hiszem, hogy ezekben a napokban rendkívül fontos számunkra, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharcról is szó essék, hiszen a Várban is van erre utalás, illetve művek, és hoztál nekünk egy olyan könyvet, ezt időközben megmutatom, ez a Vár, ami azt hiszem, hogy felejthetetlen minden emlékező számára, hiszen teljes egészében az 1956-os forradalomról szól, ráadásul olyan neves szerzők szerepelnek ebben, ami azt hiszem, hogy méltó az ünnephez, illetve az emlékezéshez. Kezdjük talán azzal, hogy megmutatjuk ezt a kicsi könyvet, emlékezzünk 56-ra, és ez ugye a Vár külön száma volt, és azt hiszem, hogy felejthetetlen, mert ha névsorból kiemelünk néhány embert, akkor látszik, hogy ez valóban teljességében mutatja meg, hogy mi minden történt azokban az időszakokban. Ez a november 4-i minden évben megszervezett és megrendezett kerekasztal beszélgetésnek az anyaga. Hát csak annyit, hogy a szerzők itt vannak a hátlapon, Bartis Ferenc, Bőzsöny Ferenc, Hrudinák Alajos, Csóri Sándor, Dózsa László, Durai Miklós, Fűr Lajos, Hrabowski László, Kis Úrich, Kiszeli István, Kondor Katalin, Konzenszki Richard, Melokó Miklós, Szent Mihály Szabó Péter, Szűrös Mátyás és Wittner Mária. Veretes névsor, annyi szent. Én tulajdonképpen azért is hoztam el, hogy őre mindenképpen emlékeznünk kell. És november 4-ére majd annak idején, hiszen amikor elkezdtük mi a november 4-i kerekasztal beszélgetéseket, akkor, és hát ez jó régen volt, akkor elsősorban azzal a céllal rendeztük meg, és azért, mert november 4-éről nem sokat beszéltünk. Igen. Még akkor nem sokat beszéltünk róla. Természetesen 23-át azt mindig megünnepelte a nemzet és a társadalom, de november 4-éről szerintem fájó módon kevés szó esett. Igen. És akkor rendeztük meg ezt az első kerekasztal beszélgetést, amelynek a vendégei voltak Csóri Sándor, Fűr Lajos, Korzeszki, Melokkó, Szűrös Mátyás, Kondor Kati volt, aki moderálta. Hát ez én azt hiszem, hogy azóta is felejthetetlen emlék, és felejthetetlenül megmarad abban, aki ott volt. Így van. Viszont a Várban is természetesen szó kell, hogy essék a 56-ról, és ha már Wittner Mária szóba került, én a kedves nézőinknek mondom, hogy bizonyára látták Wittner Máriával készült beszélgetést, és én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos, hiszen ő felejthetetlen részese, és része, és főszereplője a forradalomnak. Viszont Döbrentei Kornél a maga fantasztikus stílusában is méltósággal emlékezik rá. Ebből halljunk akkor most egy rövid részletet, hiszen a Várban megjelent. Döbrentei Kornélnak ez a verse, ez elhangzott egy berekfürdő írótáborban is, és hát amikor itt járt a trianoni szemle szerkesztőbizottsága, akkor is felolvastuk. Sőt, ha jól tudom, akkor elmondta Kornél a Külajos féle
52-es Helsinki olimpia emlékére emelt szoborafatón is. És hát én úgy gondoltam, hogy bár néhány helyen megjelent ez a vers, azért mi nekünk ezt nyugodtan lehet közölni, mondhatnám azt, hogy kötelességünk is közölni. Kornél nagyon szívesen beleegyezett, hogy mi is közöljük. Jó, egy részletet, tehát Ave Maria 52-59-es számú halálra ítéltről, in memoriam Wittner Mária. Nagy Gáspár három sorra is szerepel itt ebben a versben, idézőjelben természetesen. Egyszer majd el kell menni, el kell temetni, és nekünk nem szabad feledni, a gyilkosokat néven nevezni, Nagy Gáspár 1983. És akkor a vers. Elmentél, és mindig visszatérsz, mint a fecskék, most urnád a fészkük, hogy felerősítsék a dobogást, bár tudják, te még kihallod lyukas zászlókból a szabadság szívhangot. A hű valóság mesékbe rejtve perzsel, rézerdő, részhüvelyekből kikerics rét. Lázas humusz vagy, ki vakmerően terül szét, globál túlszejtők ellen szeplőtem fegyver. Varrógépeden lobogóvá szült vászon, nagykorúságig kell népet pelenkázzon, a szabadság fényes foganás kikelet, nem cáfol boncasztal tél, a tél nem hiteget, velő nyálk, bélsár vér veríték vizelet, merőkanállal mert zavaros literek. Valóban igaz, nincsen tiszta eredet, pedig vágy űz az ősforrásért eleped. Azt hiszem, hogy ezek a gondolatok így versbe foglalva is elmondják, hogy mi minden történt 56-ban, és azt hiszem, hogy ennek méltó megidézése volt, amely ugye a mi központi ünnepségünkön Matuz János tollából született meg az a darab, amelyet aztán Ferenczi Noémi rendezett, és a Ciszterci Szent István Gimnázium diákjai adtak elő. Ez fantasztikus történet. Előtte azonban elhangzott egy olyan beszéd, ami azt hiszem, hogy megerősíthet bennünket Cserpakovics András polgármester úr részéről, mert hogy az akkori kor viszonyait némiképp összehasonlítva, illetve elemezve arról beszélt, hogy mi hogyan kell nekünk megélni 1956-ot a mában. Erről beszélgessünk egy kicsit, mert azt hiszem, hogy ez egy fontos pillanat volt. Én Cserpakovics Andrásnak az augusztus 20-ai ünnepi beszédét szerkesztettem be ebbe az új számba, ami, hát vannak, akik azt mondják, hogy egy ilyen politikai tartalmú beszéd nem nagyon illik egy irodalmi folyóiratba, de hát ezt olyanok mondják, akik mást is kritizálnak a lapunkban, ugyanis ez egy közéleti folyóirat, és Cserpakovics Andrásnak a irodalmi és közéleti folyóirat, és a polgármester úrnak az augusztus 20-ai beszéde, mint az 56-os beszéde is most, az a rendkívül mély tartalmú és sokszor figyelmeztető és a kötelességünket számon kérő beszéd volt. Úgyhogy amikor én meghallgattam ezt augusztus 20-án, akkor rögtön eszembe jutott, hogy ezt köszönni fogjuk a várban, és csak itt néhány gondolattal hadd támasszam ezt alá. Eddig minden alkalommal, minden előttünk járó magyar nemzeték sikerre járt a hazánk, a hitünk, a kultúránk fennmaradásáért vívott küzdelemben. Mert még akkor is, amikor a magyar történelem nagy tragédiáit siratjuk, valójában legalábbis döntetlenek felett kesergünk, hiszen lehetetlen esélyekkel szemben is meg tudtunk maradni. Most 2023-ban pedig jobbak az esélyeink, mint az elmúlt 100 évben bármikor. Most pedig a történelem kérdésekkel fordul hozzánk,
nekünk pedig válaszolnunk kell. Az első kérdés, hogy miért akarjuk egyáltalán megőrizni Magyarországot és Székesfehérvárt, miért ragaszkodunk keresztény értékeinkhez, miért nem oldódunk fel a multikulturalizmus tengerében, mi tehát a célunk? Könnyű válasz nincs a kérdésre, egyszerű azonban van. Boldogan, szabadon, a saját szabályaink szerint akarunk élni, és ezt akarjuk a gyermekeink, az unokáink számára is. Második kérdés, hogyan fogunk versenyezni innen Európa közepéből egy világviszonylatban aprócska, százezres városból? Először is ismét életünk és munkánk középpontjába kell állítjuk a Szent Istváni értékeket. Ezek az értékek a következők. Hit, igazság, alázat. Hittel fordulunk Isten felé, és hittel gondolunk a jövőre. Igazságosan járunk el a magunk és a közösség ügyeiben. Alázattal gondolunk a múltunkra, amelynek tanúságait elfogadjuk, a sikereire büszkék vagyunk, és alázattal dolgozunk minden nap továbbiakért. Hát szeretnék, hogyha így lenne. Igen, és én ehhez hadd tegyem hozzá, szintén Cserpakovics Andrástól, hogy egy olyan gondolat, hogy ugyanis ő így fogalmazott, Szent István városa ugyanis nem engedheti meg magának, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy ne Magyarország első számú városa legyen, nevét ne tisztelettel és megbecsüléssel említsék Európa szerte. Ekkor fogunk eleget tenni Szent István akaratának, ekkor teljesítjük azt a küldetést, amit az államalapító nekünk kijelölt, és végül így fejezi be, polgármester úr, hogy Szent István víziója előttünk, az elmúlt évek eredményei mögöttünk, mi pedig százezren egy csapatban indulunk. Azt hiszem, hogy ezek nagyon-nagyon fontos gondolat mindenféle értelemben, érdemes ezt megidézni. Azt hiszem, a megörökíteni. És a hétköznapokon is. Viszont, ha már itt tartunk, akkor ugye ez egy rendhagyó kezdése a várnak, viszont én azt láttam benne, hogy a ismert szerzők mellett nagyon sok olyan szerző is megjelenik, akik ritkábban szerepelnek, és nem csak a versekben, hanem azokban a különböző tanulmányokban is, amelyek nagyon-nagyon fontosak. Egy kicsit csemegézzünk ezekből, de először talán a versekből. Ugye Pémaklári Éva és te magad is értelemszerűen Nagy Gáspár versed, az egy fantasztikus történet. És hát azért ismerjük a Prax Levente és a többi Vörösmarty társaságos szerzőt, viszont megjelennek olyan szerzők is, akiket eddig nem nagyon ismerhettünk itt Fehérváron, illetve leginkább csak a bennfentesek. Mi volt a szerkesztési elv most? Hát természetesen arra törekedtem, és a szerkesztő társaimmal arra törekszünk mindig, hogy egymásra épülő írások következzenek. Természetesen minden írásfajta, tehát van vers, szép próza, esszé, tanulmány és visszaemlékezések. És egy nagyon-nagyon fontos, éppen azt hiszem, hogy ha már itt a megmaradásunkról beszélünk, ezeknek az írásoknak kapcsán, és hát az elhangzott polgármesteri beszéd kapcsán, akkor hadd említsem meg, a mi vesszőparipánk az a magyar nyelv őrzése és védelme. És hát szerencsére vannak olyan szerzőink, akik mondhatom azt, hogy a legkiválóbb nyelvőrzők nyomába lépnek és vállalják ezért ezt a szolgálatot, a feladatot, és örömmel vettem Szuromi Pálnak az írását, aki hát egy rendkívül képzett, nagy tudású költő, író, ember, és az Ezt kommunikáljátok című írásának néhány sorát szeretném felolvasni. Hazafelé tartott a kisváros egyik mellékutcáján, amikor a közelő szomszédját, a 60-es éveiben járó Terészt látta kisírt szemmel közeledni.
Teréza soha semmi póz, mesterkéltség nem volt, ennek leghalványabb gyanúját sem villantotta fel róla való emlékezete. Zé azért is áll meg gyanútlanul az asszony intésére. Mi baj, Teréz? Szegény anyámtől jövök, bent fekszik a szanatóriumban, és már olyan rosszul lett, már nem is kommunikál. Mit nem csinál, Teréz? Hát mondom, nem is kommunikál. Ülök az ágya mellett, fogom a kezét, szólongatom, semmi. Akármit próbálok, nem kommunikál. Azt akarja mondani, Terike, hogy hiába szólongatja, simogatja a mama kezét, ő semmilyen választ nem ad. Nem szól, nem felel, fel se jajdul, arca se rezzen, egy hang, egy sóhaj el nem adja a száját az ön közeledésére. Azt, szakad ki az asszonytól a sűrű fájdalom. Már nem is kommunikál. Hát mindenki megbolondul, döbbent meg Zé. Senki sem beszél, üzen, aki jelet, tudat valamit magáról, hirdet, kapcsolatot teremt, csak kommunikál. Itt ez a látszólag, sőt a látszaton túl is normális asszony, és még ő is. Hát a méreg már ilyen mélyre leszivárgott. Igen, érdekes sajnos. Gondolatsor, annyi szent. Igen. Sajnos, és én nagyon örülök, hogy ezt mi meg tudtuk jelentetni, mert még egyszer mondom, nagyon fontos feladatunk az. Mint ahogy ha már az irodalomnál tartunk és a kommunikációnál, nagyon fontos volt, ott voltunk mi is, és beszámoltunk róla a Sebők Melinda előadása, a Román Károly tanár úrra emlékezve. Igen. Én azt hiszem, hogy az egy szintén egy fontos pillanat volt, annál is inkább, mert hogy megszokhattuk, hogy az elmúlt időszakban méltatlanul elfeledjük azokat, akik nincsenek köztünk. Most a Vörösmarty Társaság ennek ellentmond értelemszerűen, gyakorlatilag mindenkiről beszélhetünk, Sobor Antalról, Román Károlyról, de ez azért egy fontos út. Menjünk tovább talán. Én azt gondolom, hogy nagyon fontosak a fiatalok. Tehát itt, amikor Prax Leventét szólítom, fontos számunkra. Beszéljünk egy kicsit róla. Hát többször elmondtam már, hogy Prax Leventét én az egyik legtehetségesebb, hozzánk közelünkben lévő írónak tartom. Egyrészt kiváló versíró, másrészt pedig hát nagyon nagy tudással rendelkező tudós író ember, akinek sok értékes írása jelent már meg nálunk, és fog megjelenni feltehetően. De még mielőtt tényleg a fiatalokra rátérnék, van egy nagyon fontos írás ebben a számban, mégpedig Zilai Ágnesnek az írása, aki a rokonát, Zilai Lajost, az ismert írót, író történetét és élettörténetét, és a mi tudatunkban szereplő, tudásunkban szereplő tényeket nagyon-nagyon újszerű és rendkívül sokrétű adattal egészíti ki, benne is ismertet meg minket, és hiszem ez nagyon fontos. Na most Ágnesnek a Zilaival kapcsolatos írásai megjelennek most már országos folyóiratokban sorra, tehát azt jelenti, hogy mi is Zilai Ágnes személyével hozzájárulunk az új Zilai kép kialakításához, és én nagyon hálás vagyok Ágnesnek, hogy ezt a rendelkezésünkre bocsátott. Igen, hát a II. Világháború után nagyon keveset foglalkoztunk vele. Egyáltalán. Tiltott volt, mint tudjuk. Igen. Aztán most talán visszatér a köztudatba, az irodalmi köztudatba, de ennek tényleg nagyon fontos, hogy Zilai Ágnes kiemelten foglalkozik vele. Igen, köszönöm is neki. Meg is köszönhetjük. No, akkor Prax Levente verset halljunk egy kicsit, mert én azt mondom, hogy én mindig rácsodálkozom. Hát még egyszer mondom, Leventét nagyon tehetséges költőnek, írónak tartom. Azok közé, a fiatalok közé tartozik, akik
tényleg fiatalosan, de mindenki számára jól érthetően írnak, filozófikus írásai vannak, a versei is azok, és hát én csak remélem, hogy a továbbiakban is a rendelkezésünkre áll. Azért mondom ezt így, mert most nagyon fontos feladatot kapott a Levente új munkahelyén, de remélem, hogy ez nem fogja őt visszatartani attól, hogy a várban írjon. Sőt, hát azt is elárulom, hogy őt bíztam meg azzal, hogy a Vörösmarty Társaság elmúlt évtizedeinek a történéseit, krónikáját írja meg. Nagyon várom már. Érdeklődéssel várjuk. A kitaszított. Soha nagyra nem vágytam, csak egy aprócska szegletre, csak egy parányi búvóhelyre, ahol ténykedhetem zavartalan, ahol talán hasznot hajtok. De még ez sem adatott meg. Mert a korlátoltak, nyomorultak, sunyi, aljas szenteskedők, okoskodó, félműveltek, szemtelen kis áskálódók, csicsergést mímelő keselyű félék felvonultak seregestől, mocskolódtak, piszkoskodtak, ahol tudtak, elkáncsoltak. Profétai átok, ha sújtaná őket, sem érdemlik. Elég saját ocsmánságuk, éljenek vele, len örökös homályukban, majd úgy is kiforja az idő, hogy kinevet a végén. Igen, hát egy ízigvéri 21. századi vers, és gondolom jó néhány sors benne van, mert ezek bármennyire is gondoljuk mi, hogy sorsfordító idők, azért látjuk a politikai, gazdasági, háborús helyzetek mind-mind ugye viszonyítási alap. Hát azt kívánom, hogy mi nevessünk a végén. No, Zolikám, akkor búcsúzzunk egy olyan verssel, ami azt hiszem, hogy mindenki számára példa, hogy miként kell emlékezni. Te magad írtad, az utat ne engedjétek feledni. Nagy Gáspár barátunk halálára. Azt hiszem, hogy Nagy Gáspárról is méltatlanul keveset esik szó mostanság, de én azt hiszem, hogy ő egy olyan alkotó ember volt, akit meg kell idéznünk mindenképpen. Hát talán elmondtam már itt, hogy nekem Nagy Gáspár megadatott az, és a Jóistennek hálát adok, hogy személyes jó barátom volt. És hát természetesen ott voltam a temetésén is, és hát mérhetetlen fájdalom volt az ő elvesztése. Annyi kis kitérőt hadd tegyek, hogy amikor ő a Katolikus Rádiónak volt a főszerkesztője, akkor én kértem tőle írást a várba, és mondta, hogy ő neki most annyi elfoglaltsága és annyi dolga van, hogy ne haragudjak, de most nem tud küldeni semmit, de én közben fönt jártam a Katolikus Rádióban, és ott hagytam neki a várat. És ezután azt mondta, hogy ebben a folyóiratban minden körülmények között szeretnék írni, és a küldött is néhány verset. Hát világos, hogy nagyon nagy fájdalom volt az ő halála, és éppen az elhangzottak miatt, az előzőek miatt is gondoltam, hogy egy visszanéző rovatban, tehát itt olyan írások jelennek meg, amik már szerepeltek a várban, de visszanézünk, ebben a rovatban közöltük az utat, az utat ne engedjétek feledni Nagy Gáspár halálára. Nem akartuk elhinni, nem akartuk megengedni, hogy elhagy minket, csendes szóval kardos lázadó. Szopori nagy tekintete szemünkből épp elpárlott, alig, hogy Bella Pista lángja itt kihunyt, s hallhattuk sütő vásárhelyi búcsúdalát, és Ervin is elengedte a gyermekek kezét, pilleszírmű Jászmin körül fekete dongó, jött a fájdalmas hír, elmentél mégis.
hited maradt itt, méreg sok bitangnak delejező hangod, és az a ránk szabott vers, lobogónk, harangja hitvány deleknek. De vajon mi maradunk-e vértanú jelöltek? Istennel hisztek-e nekünk újra barangolóknak, imádhagyó, szélhordta hitetleneknek? Az utat, jaj, az utat ne hagyjátok feledni, így jön majd el egy derengő hajnal, így lehet csak megmaradni, megmaradni, versben zengő akaratodat megfogadni, költő Nagy Gáspár. Méltóság kísérte. Azt hiszem, hogy ezt a verset is, és nagyon örülök, hogy megjelent. Én azt mondom, hogy ez egy most egy különleges vár mindenféle értelemben is mondom. Nem, mintha a többi nem lett volna ilyen, de azt hiszem, hogy ezt is érdemes kézbe venni, hiszen nagyon fontos üzeneteket hordoz. Lulikám, köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Köszönöm. Én is köszönöm. Kedves nézőink, önök pedig kérem ne feledjék, megjelent a vár, olvassák, érdemes. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.